Üdvözlöm Önöket, Csányi Sándor vagyok, a D&D Telekom Center cégvezetője, és a mai videóban a Motorola rádiók épületen belüli hely meghatározásáról lesz szó. Míg épületen kívül, ugye a rádióknál a beépített GPS vevő egy nagyon egyszerű megoldás arra vonatkozóan, hogy a GPS jelet érzékeljük, és ez alapján meg tudjuk határozni a helyzetünket. Épületen belül ez nyilvánvalóan nem lehetséges, hiszen a GPS műholdak jele nem jut be az épületen belül. Erre vonatkozóan a megoldás a svájci céghelyű Kircher nevezetű cég terméke, amely épületen belüli helymeghatározó eszközöket gyárt. A kezemben látható jeladó doboz az, amelyet akár az épület falára, beltérre lehet elhelyezni, de akár kívülre is, hiszen IP védettségű, eső és poráló kivitelben készül. Fix tápot lehet neki adni, 12 voltot, vagy pedig akkumulátorral üzemeltethető, ez egy akkumulátoros verzió. A gyártó által küldött akkumulátorral a jeladó több mint 3 évig üzemeltethető folyamatosan. Nyilván ez függ attól is, hogy milyen kimenő teljesítményt állítunk be a jeladónál. Ez pedig kapcsolódik ahhoz, hogy milyen távolságról érzékeli a rádió maga a jeladó eszközt. Jelen esetben ezek a jeladó készülékek 1 mikrowattra lettek beprogramozva, amely azt jelenti a gyakorlatban, hogy körülbelül 1 méter az a távolság, ahonnan a kézi rádió érzékeli a jeladót. Önmagában természetesen a jeladó kevés, kell egy olyan eszköz is, nevezetesen egy panel, amelyet be kell építeni a Motorola rádióba. Ez fogadja a jeladóból érkező jelet, és ez kommunikál a rádióval. A gyakorlatban ez úgy működik, hogyha elhaladunk a jeladó hatókörzetében, akkor a rádióba beépített panel veszi ezt a jelet, és a rádió pedig egy előre meghatározott státusz üzenetet küld a diszpécser rendszer felé. Maga a jeladó falra csavarozható kivitel gyakorlatilag, és a jeladás ható távolsága pedig 1-től 50 méterig változtatható. A korábbi videóinkban már bemutattuk, hogy a D&D Telekom Center a Smart PTT nevezetű diszpécser szoftvert ajánlja ügyfeleinek Motorola rádiós rendszerekhez. Így van ez a jelen rendszer esetében is, a Smart PTT szoftver alkalmas az épületen belüli nyomkövetés megjelenítésére. A Smart PTT szoftver 10 000 jeladót képes kezelni, és a megjelenítéshez tetszőleges térképet lehet beemelni gyakorlatilag háttérnek, ahol megadhatom az egyes jeladók helyzetét. Minden egyes jeladónak külön ID-ja van, külön azonosítója, ez alapján lehet meghatározni, elkülöníteni az egyes adókat. A Dispatcher szoftverben különböző útvonalakat tudunk megadni, amelytől, hogyha akár eltér, akár kihagy egy adott pontot a felhasználó, a Dispatcher számára értesítést küld a rendszer. A jeladókkal nem csak bevonni tudunk az útvonalba pontokat, hanem ki is zárni, tehát meg lehet azt is adni a rendszerben, hogy ha egy adott jeladó körzetébe ér a felhasználó, akkor küldjön értesítést, tehát például olyan helyeket, amelyeket kifejezetten el kell kerülni adott esetben a járőr részéről. A rendszer felhasználását egyaránt javasoljuk biztonsági őrök számára, járőrök számára, illetve minden olyan területen, ahol különböző ellenőrző pontok csekkolása szükséges. További felhasználási terület lehet még akár katasztrófa mentők esetében, amennyiben egy olyan kárhelyre érkeznek, amelynek megvan az alaprajza, akkor ezeket az ellenőrző pontok jeladóit nagyon könnyen, nagyon egyszerűen akár ki is lehet helyezni, és innentől kezdve pedig a kármentő csapat vezetője látja a diszpécser rendszeren, hogy hol vannak az egyes kollégák épületen belül. Cégünk érdeklődés esetén természetesen demót biztosít, ki lehet próbálni a termékeket akár az ön saját telephelyén is.